Dan Clark, randizási kézikönyve. 10 ember, akit ne vigyél magaddal. Az orvosaként úgy érzem, az első 4-5 randin ott kell lennem. Kérdezd meg az exemet. Ő mindenkinél jobban ismer engem. A felügyelő tisztjeként ott kell lennem az első 4-5 randin. Kérdezd meg az exemet. Ő mindenkinél jobban ismer. Aztán mindig bedugta a legót a fülébe. Anya! Ő lesz az új anyukád. Aztán kiderült, hogy csak egy halrúd volt. Ők megértették. Csövesnek, egész mókás fiú. Franciaországban voltam, és... Uncsi! Igen? Franciaországban nyelvet tanultam, Rivanc! És... Ő a férjem, Mike. Dan Clark, a munka kézikönyve. 10 kifogás, amivel nem magyarázd a lógást. Igen, ma nem tudok bemenni, mert a húgomat megölte egy kecske. Megőrültem, megöltem egy macskát, verekedtem, és félek, hogy még az irodában is kárt teszek. Nem mondtam, hogy csütörtökön és pénteken nem dolgozom? Ja, és hétfőn kedden sem. De ma szerda van. Szerdánként sem. Nem érzem a karomat. Halló? A buszsofőr leparancsolt a buszról és hazaküldött. A patkányom megette a házimat. Nem nézi a híreket? Földrengés volt. Streetlemben. Elkaptam a járványt. Annyi hó esett, hogy nem tudom elhagyni a házat. Most július van. Sajnos ma nem fogok tudni bemenni, mert elfelejtettem, hogy hol van az iroda. Viszhall! Dan Clark randizási kézikönyve. 10 dolog, amit nem mondj szex után. Ha éjten ez volt a harmadik legjobb. Ügyes. Nem mehetek végre. Egyszer közben úgy néztél ki, mint a bátyám. Neked ez volt az első, igaz? Mennyi idő volt ez? Vajon él még Joan Harris? Még sosem csináltam nővel. Figyelj, van pár tanácsom. Most mondjam. Gratulálok. Te voltál a 100. nőm. Tessék, édesem. Egy kis emlék tőlem neked. Dan Clark randizási kézikönyve. 10 ok, hogy ne drogozz egy randin. Nem vagyok nagyképű, de jóképű vagyok. Nagyon-nagyon jóképű. Anyám halála után én intéztem a temetését is. Igen, szuper. Tanultam iskolában, mindenki járt iskolába, de én tanultam is matekot, meg mindent. A matek nem nagyon ment. Tetszik a hajad, hová jársz fodrászhoz? Ez az. Szeretlek. Nagyon szeretlek. Tíz mód, ahogy ne kezd az első napot. Na jó, te! Hozd nekem egy nagy dupla kapucsinót! De most, te lusta tök! Én vagyok az új fiú. Hello! Én vagyok az új fiú. Mi van? Hello! Nyuszikám! Otthon hagytad az ebédedet. Kösz, anya. Meg fogunk halni! Én vagyok az új fiú. Akkor a buli lesz ez. Én vagyok az új fiú. Veletek dolgozom. Hello. Jó reggelt, én vagyok az új fiú. Mi van? Azt hiszitek, részeg vagyok? Na várjatok csak ebéd utánig.
Ő sem fog többé más helyére parkolni. Hello, én vagyok az új fiú. Dan Clark, randizási kézikönyve. 10 dolog, amit ne vegyél fel. A rezgések. Király vibrálás van a levegőben. Mit tudom én? Honnan tudjam? Tudod, óvatosnak kell lenni. Nem tudni, honnan szalajtották a séfet. Ó, na hát, és milyen iskolába jártál? Oké. Jól vagy? Nem sokat beszélsz. Csak kiugrom a mosdóba. Jó. Elárulnád, hogy hol parkoltál le a kocsival? Értem. Évek óta nem ettem véres sztéket. Tudsz főzni? Az jó, jó. Tadá! Tessék, ez a tiéd. Mi lenne, ha most felmennék hozzád? Dan Clark, randizási kézikönyve. 10 dolog, amit ne tegyél, ha áthívod vacsorázni. Mi lesz a vacsi? Van egy Mirelli csirke a hűtőben. Nem, ez nem vicc. Kezdj el főzni. Annyira szeretlek. Ez az egyik kedvenc nyaralóhelyem. Ott tanultam meg herét főzni is. Te most... Kezd csak el, én már ettem. Kezdjünk zaválni. Kérlek, szexelj velem vacsora után. Isabel? Igen? Elfogyott a WC papír. Clark, a munka kézikönyve. 10 dolog, amit szívesen tennél a főnököddel. Készen már a jelentés? Miért nem mész a büdös pi... kibott tanc? Lenne kedved elmenni valahová? Nagyon szívesen. Igen, igen, igen. Jaj, nem velem. Gordonnal a könyvelésről. Mindig kedvelte magát. Oh. Megint megbízta magában, hogy elkészíti a jelentést, maga pedig... Felügyelnem kell, mint a gyerekeket, mert a munkája pocsék, nem? Nem zár, hogy nem kifes megszerelni. Olyan íze van, mint a kakinak. Mert kakiból is van. Hova tegyem ezt? Amilyen messzire csak lehet. Ezért kirúgatom. Járd maga iskolába. Dan Clark, randizási kézikönyve. 10 kínos pillanat, amiről reméled, hogy sosem éled át. Olyan vagy, mint egy fehér Andy Peters. Anya? Mondtam, hogy büntiben vagy. Három lány egy hét alatt. Szép munka, uram. Igen, emlékszem, hogy... Ki látszik a péniszed? Ki látszik a nunusod? Annyira szépek a... A fotón sokkal jobban néztél ki. Összetörte a szívemet. Van egy darabka. De majd túljutok rajta. Hé! Hey! Pete Becker! Ó, egek! Csak viccelt. Dan Clark, a munka kézikönyve. 10 dolog, amit ne csinálj egy megbeszélésen. Megvan, hogy ki mit csinál? Most folytassuk azzal, hogy... Psz, hezitáltál? 5 pont mínusz. Vegyük azt, hogy... Unalom! Végig nyalom a testedet, és csúcsálom a fincsi cicidet. Megbocsátanak? És ezután... Rájöttem, hogy...
mik a számok? Ez volt a jelentés. Van kérdés? A beosztottaiknak tudniuk kell, mit várunk el tőlük. Elvégre ők tartják a kapcsolatot az ügyféllel. Igen. Megmarad a költségelszámolás csak. Igen. Köszi, édes. Ahogy már az előbb mondtam. Ismétlés, 15 pont, én nyertem. Jobb kapcsolatot kell kialakítani. A szomszédban maszturbálnak. A munka kézikönyve. 10 dolog, amit ne tegyél, ha kirúgnak. Ki van rúgva? A francba. Most rúgtak ki. Igen, mondd meg neki te. Az anyukám. Várjon, mielőtt megteszi. Segítene, ha megint szexelnénk. De ezúttal jó is lenne. La, nem hallom. Értem, de ne feledje. Tudom, hogy hol lakik. De mit tettem, Duci? Jaj, már megint kimondtam. Bocs, Duci. A franc. Duci. De szeretem magát. Nagyon, nagyon szeretem magát. Nem? Nem, maga van kirúgva. Maga van kirúgva. Nem, maga van kirúgva. Maga van kirúgva. Nem, maga van kirúgva. Tűnjön innen! Nem, maga tűnjön innen. És ha úgy csinálnánk, mintha nem rúgott volna ki? Ha? Szóval kirúgott? Na, ki van kirúgva? Dan Clark, a munka kézikönyve. 10 ember, aki mellett nem szeretnél ülni. Hé, hey, pacsit ide! Van még a tarsolyomban? Jönnek a rohadt külföldiek, tönkreteszik az országunkat, és ellopják az asszonyainkat meg a gyerekeinket. Elmentünk a golfbőrből Brisbane-be, kézenállásban. Az ott 14 lenne. Még hat a Prozac. Az utolsó srác, aki a mellemet bámulta, ki lett rúgva. A halott fiamra emlékeztetsz. Michael-ra. Kirugatlak. Ha nem szexelsz velem minden délben. Néhány hét és megszokod a szakot. Nem vagyok pedofil, de nézd meg ezt a honlapot.